A kutatók éjszakáját 2005 óta rendezik meg Európa szerte. A Savária Múzeum már a kezdetektől csatlakozott a kezdeményezéshez. Idén a horror témája köré szervezték az előadásokat és a kísérő programokat. A bejáratnál Pallag Dorka, a művészeti szakgimnázium tanulója készített rémisztő sminket a tudomány hátborzongató oldala iránt érdeklődő látogatóknak. Akiknek valaha csináltam így műsebeket vagy maszkokat, azoknak mind tetszett, és mindig úgy tekintettek erre vissza, hogy élethűek lettek, és hogy főleg azóta, hogy én elkezdtem 3D-ben dolgozni, az meg még inkább ráhajtott erre, hogy minél élethűbbek legyenek. A kőtárban sorra követték egymást a vérfagyasztó témákat feldolgozó előadások. Sosztarics Ottó régész múzeológus, a nagy istenanya Magna Mater Pannoniai kultuszába avatta be a közönséget. A római kori szekta papjai elutasították saját férfiasságukat, ezt szertartásos önkasztrációval bizonyították. Tóth Gábor, az Eltesek biológiai tanszékének antropológusa a tafonómia tudományába, a sírokban feltárt emberi csontok rejtelmeibe engedett betekintést. A tudományos laikusoknak szóló előadásaink, azok ténylegesen ezzel a kicsit vérfagyasztó témákkal foglalkoznak, a vallástörténettől kezdve természettudományon át. Ugye a természettudományban is azért nagyon sok olyan részletet lehet kiemelni, mind az állatok, mind a növényeknek a világából, ami ebbe az irányba mutat. Az előadásokkal párhuzamosan kézműves foglalkozások és alkalmi kiállítások színesítették a programot. A múzeum egy félreeső szegletében preparált rovarok és formaldehidben úszó tetemek borzolták a kedélyeket, pedig a múlt században ez a látvány a legtöbb oktatási intézményben hétköznapinak számított. Ahol egy épkézláb gimnáziumi szertáról volt, vagy éppen egy általános iskola, ott ilyen például a tyúk fejlődési alakjait bemutató kis preparátum sort megtalálható volt, és ez azt jelentette, hogy akkoriban több tízezer darab ilyen preparátumot volt Magyarország településein. Szó volt még a kódexekben található bestiákról és a rémfilmek világáról is. A horror számtalan lehetőséget kínált, hogy a különböző tudományterületek megmutatkozzanak a kutatók éjszakáján.